Üdvözlök a nézőnket, újra itt vagyunk a Nyíregyházi Állatpark Bambusz étterembe. Megint főzni fogunk, és megint ellenfelek eszünk, mint általában mindig piszkáljuk egymást. Most lecsót fogunk készteni. Pontosan itt lecsót késztek, hogy ő mit azt meglátják majd, mert én nem tudom. Ez is lecsó lesz, csak kicsit másként. Én maradok a hagyományos ugyanabból lesz elkészítve. Persze, de ez a mi azért cucca mennyire. 2 perc alatt, ugyanaz, mint neki, egy nem óra jó. Alatt. 18 perc adás idő. Legalább lassan csinálj akkor. Jó. Ráérek, akkor majd én visszajövök nem sokára. Jó. Elmész? Nem. Vigyél magaddal? Azt mondja, valamelyik gáz be van gyújtva. 2 is. Egyik sincs. De. Az van, meg ez van. Gyengébe kedvére. Olyan gyors módszer összevágom a szavonát, ami szavona. Hát az is az, csak egy kis kusosabb. Ne nézzed, mi zavarba hozó. Hallod? Én csak várok, ráérek. Te csak dolgozzál, nyugodtan dolgozzál. Mindig ez, de zavarba jövök. Az a különbség, hogy ennyit fogok én tálalni, ő meg ennyit. De most az enyém 3 perc, az övé 1 óra. Lakunk jól, azért beszéljük már, melyikkel fogunk jól lakni. Ezzel jobban fognak lakni, így az igazság, hogy ezek a szegekszorok nagyon befűtődnek, nagyon meleg, vetes melegünk van itt. Én még nem tálalok, várjál már. Én addig egy szelet chipset fogok sütni majd, mindjárt, így, szép lassan, vagy? Mert én ráérek. Már éhes vagy? Nem, én ráérek, az a baj. Az a jó. Ugye friss összonat kiolvasztjuk. Én is olvastam az én szalonnámat. Csak én ráérek, még mindig. Van-e lecsőle egy sztorium, képzeljék el. Volt egy nagyon jó baráti házaspár, és az, amiért váltak el, hogy hogy kell vágni a lecsóba a hagymát. Kockára, vagy fékkarikára? Tűzoltókat hívjatok. Tűzoltó meg, a maradjál már. Koncert lesz? Azt nem mondták. Koncert lesz akkor jó, mert ekkora füstöt itt. Jön az omega. Mert te éhes vagy? Elefántok megérzik, menekülnek. Mondtam a szerkesztő, hogy csinálják, hogy két pár vágóképet a különböző generációra nem akartak. Belőlem vágóképet? Nem, az orangutánt árult te. Elkészültem, te mikor tálasz, drága? Csak úgy érdeklődés szempontjából szeretném megkérdezni. Figyelj, ha lecsók kész lesz akkor, mert tudod, én nem nyersen tálak, mint te, hanem én mikor lecsók, jó kis. Csak szólok, hogy magyaros az én lecsó már pontosan készen van, igen. De az én tűzhelyem nem is ég. Tehát azt mondta, hogy be van gyújtva. Nézzék meg te. A gyújtó nálam. Ez nem is izzad, semmi. A gyújtó nálam, úgyhogy felejtsd el. Szóval ő főz, én melegítem. Adok gyújtók, tessék. Ja, így már megint más, tessék. Ugye a lecsónál rengeteg variáció, mert ahány ház, annyi fél lecsó, így van? Annyi házmester. Lehet fogyasztani, így van, lehet fogyasztani tejföllel, tojással, rizssel, tökkel. Tényleg nem teszek egy cukinit? Teszek bele egy cukinit? Hát ha te akarsz, igen, én biztos, hogy nem. Én nem teszek bele a jó kis magyar, csak nem rontom azzal el. Azt én azzal nem rontom el. Hogy van, aki a paradicsomot meghámozza, mert az az, hogy sokkal finomabb úgy. Lehet, én nem szoktam. Na? Melegszik. Tesz meg is fogod meg, és mit szólsz hozzá? Megkavadozni néha? Kavad meg, én néha biztos. Az enyém mindjárt elkészül, te mit csinálsz a tiéd? Az engem abszolút nem érdekel. Kedves nézőink, a másik lecső majd a következő adásba fog elkészülni. Így van, december 31-én lesz kitálalva. Szilveszteri műsorban. Egy picit kis fokhagymát, ugye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van paprika, hagyma, paradicsom, tessék. Van fokhagyma is. Milyen paprika? Az nem paprika. Hogyan nem a paprika? Meg disznózsír, mi? Persze. Tényleg nem is a tisztózsír. Tepertő, ledarálva. Teszek tisztózsír bele. Tiszta bifidus efenzis, mi? Te hoztál fel sót? Nem is érdekel a só engem. Nekem én így van. Szépen el fogom készíteni. Nekem már van só. Tessék, tehát én nem kapkodok. Ekkora mennyiség lesz tálalva. Megint spórol. Ennyivel, így. Megint spórol. Nem együtt, csak külön. Itt lesz a szalonna, meg a többit, meg a szaftja. Kis borsot rázunk bele, mert ez nem állt bele. Hát, akinek van rá ideje, az csak tekerje nyugodtan.
Én meg keresnék valami... Adi takarítsák ebben egyszer. Csipeszni. Csipeszni. Adi takarítsák. Csipeszt. Adok az elefántoknak enni, persze. Is. Tessék. Ó, ez is jó. Bár nem edemled meg. Tessék. Szépen ki fog pirulni. Annyi, hogy 3 másodperc hátrányom van. Ez jobban ég nekem, mert te hogy is ráérsz, azt mondtad. Az enyém amúgy is készen van 2 perc alatt. Olival egy egyhajóban. Nem falusi? Dehogy. Modern falusi. Agronáikban dolgozik. Megfolytom már a szalonnát, mert azt mondják, hogy nem dolgozom. Miért dolgozó? Igazán nem. Ja, megértem. Az enyém mennyivel szebb lesz, mint a másik oldal. Sőt. Na, akkor ez szépen. Nekem lesz benne petrezselyem is. Húgasson. Én majd észre fogok vele csak, most sikerül. Ha addig eljutok odáig. Még ebbe az adásba. Nem valószínű. Még ebbe az évbe? Nem, ebbe az adásba. Lesz hozzá egy ilyen. Szépen gyönyörűzik a homlokod. Fél a csillim, ami piros lesz, ezt fogom itt leválasztani, így. Nagyon csíp, úgyhogy... Majd a szerkesztő úr megmondja. Hogy fognak papa örülni? Ha meglátjátok. Mondjuk arról egy felvételt azért csinálnék, mikor ez papó megharapja. Lesz, fotó lesz majd. Füstöl a cuccot. Azt mondja, hogy nem. Várja, azt mondja, hogy nem. Nem? Szerintem meg igen. Lehet tálalni? Nem tudom, hogy műsoridő lejárt már, vagy nem. Hát azt mondták, még van vagy 18 perc, úgyhogy húzzak bele abba, hogy megint a dolg ne csináljak semmit. Meg. Az én lecsom alapja elkészült. Sül a paprikám. Nekem meg a lecsó. Sül hozzá a paradicsomom. Petrezselyemem. A hagymám. Tessék. 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 És nincs benne só még mindig. Kokhagyma is van benne. Ebben nem lesz só. Lesz. Jó kis. Majd gyors lecsó. Tehát egy kis papjás sárgyúgyó vele. Tegyem, hogy színen értem, hogy piros az egész, hogy nézd meg ezt. Mi lesz ebből? Tök főzelék. Na, annak nagyon jó fog kinézni. Nem tudom, majd végén elnevezzük, az tök, biztos. Tök főzelék lesz, az biztos. Tök az végén, már van benne. Végén elnevezzük. És mi a különbség a két lecsó között? Igazság semmi, szerint semmi. Semmi. Ugyanaz van benne, ez lecsó, csak másképp van elkészítve. Ízben ugyanaz lesz. Aki elhiszi, elhiszi, aki nem, azt meg majd papu azt mondja, hogy igen. Ugye ezt össze kell kóstolni. Papu azt mondja, hogy igen. Igen. Ezt össze kell kóstolni. Igazán úgy jó, hogy válik a szalonát, eszik hozzá a paprikát, meg a paradicsomot. Ez összekóstolás. És ennek ugyanaz íz kell találni abban is, mint ebbe a lecsóba. Már sokkal jobb, mert ez a sertészír van benne. Enyémben is van olívaolaj. Igen. Magyaros lecsé olívaolaj meg kaliforniai paprikával, ugye? Hát, mi kell a népnek? Modern konyha. Én kitálok azért, jó? Mert ő még sehol nem jár, de hát azért megmutatom, hogy van benne paprika, paradicsom, petrezselyem zöld, lilahagyma, kokhagyma, kevés maradékot pedig visszateszem. Még egy kis olívával. Barzsa mezettel pedig kellemes mártást főzök hozzá, amit külön fogok kitálalni. Megegyünk se közben már a füstölnöd. Tehát tessék, magyaros lecsó alá 2,6 másodperc, meg még jövőre sem lesz 2 címszóval, és még mindig itt füstöl. Na hát ez a különbség a kettő között, csókolom. Nem az. Sokkal ez finomabb, lecsó, sokkal egyszerűbb, nincs benne só, nincs bors, kokhagyma benne van, minden teljesen naturál lesz, amit a természet adott. Szóval, ezt a pici kis hoppa
Hagymás, mártást. Tudják ezt nézni, legszebben a kárben, nincs irigység. Mi van? Mi van benne? Kivel vagy? Hol vagy te? Mert a hatos asztalt, köszönöm. Neki mindjárt meg lesz az első tojásos töltelék, ezzel nem kell foglalkozni. Lecsóra, nem mindig cikkusztan. Lecsóra fogjuk ott fogni, ugye a lecsó tojásra szeretjük. Ugye én a lecsóra nem vagyok halálni megint, csak kenyérrel. És ugye a tojás lecsóra fullik a kenyérrel. És természetesen nem a konyhában ebédelek, vagy a családok, hanem benne a szobában tessék, kézi előtt. Elkészült a lecsó, ungarise, három perces lecsó, ő még mindig nem tálalt ki, sőt, ha leveszem a tűzről, akkor neki még mindig lesz egy fél órája. És ott adottunk, hogy a lecsó mindig lehullik. És a lecsót mindig utána otthon porciózni kell. Nem is tudom miért. Na, egyél már lecsót. Milyen lecsót csináltál? Nincs benne paradicsom, semmi. Egy alap lecsót készítettem csak el. Semmi nincs benne, drága. Van benne egy szalonabűr, félig így megrágva. Igen, megrágva, megégve. Mi van megégve te? Tessék, mennyire jobban néz ki. Gusztusos, alla naturale. Teljesen update. Az mennyivel jobb, mint ez? Hát hiányzik, biztos hiányzik az a két tojás még, de azt majd... Azt honnan hozzuk? Ez most csak naturlecsón készítettünk, mert valaki tojás, aki tejfölni vizsgálsz. Az enyém az teljesen update-es. Nem akartam belemenni ebbe. Annyi, hogy egy szalonna egy kis alapízt ad hozzá. Paprika, paradicsom, petrezselyem zöld, a chili, a fokhagyma. Szerintem a kis balzsamecet hozott hozzá egy kis savanyúságot. Állj már meg, légy szíves. Az tényleg, az kanállal kell lenni tényleg. Ez pedig jó így vágja. Kettő között mi a különbség? Nem az a lényeg? Nem az a lényeg? Melyiket ennék meg szívesen? Ez a jó? Az csak van? Akkor melyiket? Köszönöm. Mondják a lecsót. Köszönjük szépen. Én is köszönném, de hát beszéljünk már róla komolyabban, hogy ez micsoda, őszintén most, nézzétek meg. Papó, te is mondjál már róla véleményt, ez micsoda? Semmi köze a lecsóhoz, ez mondtam, viszont gusztusos, látványos, ilyen szalonna lepirítva. Tessék! Fingerfood! Ez jó a magyar konyha. A jó étvágyat! Kétfajta lecsóhoz.